Drága kislányom, hát te vagy az. El sem hiszem, hogy végre megleltelek. Most még alszol. De szeretném elmondani mindenkinek, hogy te vagy a lányom. Az én drága kis Luciám. De nem lehet. Nem tehetem, mert túl sok embert bántanék meg ok nélkül ezzel. Még téged is. Most, hogy tudom, hogy te vagy a kislányom, tudom, hogy milyen színe van annak a szempárnak, amiről álmodtam. Tudom, hogy milyen illata és érintése van a bőrödnek. És tudom, hogy milyen a hangod lejtése. A szíved, amit elszakítottak tőlem, alig ver. Meg kellett volna védenem téged, az életem árán is. De becsaptak minket, és elválasztottak. A szeretetem olyan hatalmas, és olyan erős, hogy minden akadályt legyőz, ne félj kincsem. És tudom, hogy újra együtt leszünk. Egy napon, ami remélem, hogy mielőbb eljön, végre lányomnak szólíthatlak téged. És te végre úgy szólíthatsz, ahogy 20 éven át szerettem volna. Anya! 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 Nincs visszaút. Végre elmondtuk. Sose fogja ezt megbocsájtani. És ez még nem minden, Santiago. Beszélnünk kell Juan Manuellel. Úgy tartok tőle. Annyira sajnálom. Tatjanát is. Ő az apja szemefénye. Nem tudom, mit tesz velünk, ha megtudja. És Tatjana? Ő meg fogja bocsájtani? Fogalmam sincs. Ó, szegény kicsiki. Nem túl kegyes vele a sors mostanában, az már biztos. Elmondhatatlanul megbántam, amit tettem. Nagyon megbántam már. Kimondhatatlanul bánom a dolgot. Rettenetesen. Barbarita, azt hittem, hogy hazamentél kicsim. Semmi értelme, hogy itt ücsörögj a kórházban egész nap. Inkább maradok. Láttátok Nikolást? Nem, drágám, nem láttuk. Nem. Itt jön. Milagros temetésével kapcsolatban kellett intézkednem. És sikerült mindent elintézni? Igen, az a legkellemetlenebb. Hogy közölnöm kellett a hírt az anyjával. Szegény asszony. Igen. Még sosem kellett ilyesmit csinálnom. Alig tudtam kinyögni. Egy ilyen veszteséget egy anya sosem tud feldolgozni. Itt van például Tatu. Milyen jó lenne, ha itt lenne vele az édesanyja, ha élne és fogná a kezét. De az édesapja vele van. Éppen egészségesen. És optimistán. Hogy van? Hát nem is tudom. Miért sírsz? Miért csirdogálsz? Victoria! Victoria, fáradtnak tűz. Igen. Pihenned kéne, nem nézel ki túl. Ez nem hoznál a kisbabádnak. Nem. Victoria, orvosként azt javaslom, hogy pihenj le. Komolyan. Menj és pihenj. Igaza. Majd később pihenek. Itt akarok maradni Tatjana mellett. Nem megyek el. Jó, felőlem maradhatsz, csak jó tanács volt. Bocsánat. Meg kell őt vizsgálnom, ezért kérlek, hogy hagyjatok magamra Tatjanával. Rendben. Légy szíves, Victoria. Menjünk ki, jó? Meg kell vizsgálni, igaz? Igen. Ugye? Na, menjünk. Juan,
Maradjunk. Maradjunk egy kicsit. De aztán megyünk. Igen, igen, aztán megyünk, persze. Mi a aztán baj? Nagyon alacsony a vérnyomása. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy újra meg kell vizsgálnunk. Még egyszer kérem, hogy szeretnék mielőtt kettesben maradni vele, mert komolyabban meg kell vizsgálnom, jó? Én nem akarom túlreagálni, de milyen vizsgálat kell még? Még nem tudom, kérem, várjon meg. Rendben, kérem szépen. Még. Már mondtam, hogy meg kell őt vizsgálnom. Kérlek, menj ki. Elnézést. Kint várakozzá! Ne csapj! Hogy van? Félek, hogy belső vérzése van. És ez súlyos? Igen, végzetes lehet. Kérlek szépen, hogy menj ki. Legyél az apjával, most szüksége lehet rá. Szépen kérlek. Menj meg, Korrád! Jó, jó, jó. Menj meg! Jó. Ő Lucia. Ő a kislányunk Lucia. Csak most mondta el az apám. Ő a kislányunk. A mi kislányunk. Kérlek, menj meg őt, Tatjana. Tatjana nem más, mint Lucia. Ő az elrabolt gyermekünk. Ő Lucia. Ő a mi Luciánk. Ő a lányom? Igen. Ígérem, később mindent elmagyarázok, de most menj meg az életét, könyörögve, kérlek, ha meghal abba, én is belepusztulok, könyörögve, tegyél meg érte mindent, Corrado. Kérlek, tegyél meg mindent, hogy életben maradjon. Igen, igen, ígérem, hogy mindent megteszek érte. Jó. A lányom. Kérlek, hagyd minket magunkra, menj ki innen. Kérlek, menj most ki, hagyd minket magunkra, Victoria. Nem hiszem, hogy csak a vérnyomásával lenne baj. Az orvos nagyon idegesnek tűnt. Hiszen már gyógyuló félben van. Nyugodj meg, kérlek. Érzem, hogy valami baj van Tatuval. Nem tudom, mi, de... Az orvos mit mondott? Ja, semmit. Arra kért minket Viktóriával, hogy itt kint várakozzunk, de ő visszament. Szerintem tudni akarja, hogy mi folyik. Várjuk meg, amíg Viktória kijön, és majd tőle megtudjuk. Tudom, hogy valami baj van. Érzem. Itt van Viktória. Na, baj van, mit mondott? Nem, nincsen baj, nincsen, de ne aggódj, mert Corrado minden tőle telhetőt megtesz. Elnézést kérek! Tatu rosszabbul van. Nem, édesem. De Tatu rosszabbul van, érzem, Tatu. Tatu. Nem. Hogy van, doktor? Nos? Még nem tudok végleges választ adni, meg kell várnom a vizsgálatok eredményét, akkor bölcsebbek leszünk. Változott az állapota? Igen, sajnálatos módon. Rosszabb lett. Mi történik a lányommal, doktor úr? Attól félek, hogy belső vérzése van. De a vizsgálatok eredményét meg kell várni. Imádkozzanak, hogy tévedjek. Imádkozzanak. És ha igaza van? Az nagy baj lenne. Nagyon nagy. Elnézést. Doktor úr! Beszélhetnénk négy szem közt. Jöjjön csak. Nézd, apa. Nem vagyok jelenleg abban az idegállapotban, hogy a fejedre olvassam mindazt, amit igazán szeretnék. Tegyük most félre azt, hogy mi megyek keresztül, hogy mit érzek. Az én bajaim mellett. Ne feledkezzünk meg Juanról.
Ő most nem számít. De számít. Nekem. Nekem számít. Én megtaláltam végre a lányomat. Rengeteg hazugság után, de végre megtaláltam őt. Megtaláltam az én kislányomat, megtaláltam az én drága kicsikémet. De ő... Juan... Nem veszítheti el a lányát, nem lehet. Szeretnélek megkérni titeket, mindkettőtöket. Azon a jogon, hogy hosszú éveken át csúnyán becsaptatok. Kérlek, hogy ezt ne áruljátok el senki másnak, senkinek. Ne szóljatok az igazságról se Juannak, se Tatyánának, jó? De Victoria, én azt hittem, hogy szeretnéd, ha mindenki megtudná az igazat, ha megtudnák, hogy megtaláltad a lányot. Persze, hogy ezt akartam, nincs semmi, amit jobban akartam volna. De Juan Manuel ártatlan ebben, nem lehetek olyan önző, hogy tönkre tegyem az ő életét is. Victoria, nem ismerek nálad nemesebb lelkű embert. Sajnálom. Sajnálom. Rettenetesen bánom, de számíthatsz rám. Én nem szólok senkinek. Azt tesszük, amit kérsz tőlünk. Amit az Úr enged. Mert a kislányom élete jelen pillanatban egy hajszálon múlik. Hallgatom. Szeretném, ha őszinte lenne. Tudnom kell, hogy maga szerint milyenek most Tatyana esélyei. Na és miért akarja ezt tudni? Mert van egy álma. És szeretném valóra váltani. Micsodát? Feleségül szeretne jönni hozzám. Ez az álma. Akkor ne várjon tovább. Ha a vizsgálatok eredményei igazolják a félelmeimet, újra meg kell operálnunk, ami életveszélyes. Arra célhoz, hogy bele is halhat? Igen. Ez is megtörténhet. Mikorra lesznek meg a vizsgálatok? Egy órán belül. Összeházasodhatunk kint, a kórházban. Igen, igen, persze, de megbeszélte ezt már a barátnőjével? Nem. Ez csak rám tartozik. Elnézést. Kérlek, mondd el nekem az igazat. Haldoklik? Mondd, haldoklik a kislányunk?